Hello my friends, Hello. good evening to each one of you, jó estét I hope you had a good day, Remélem, hogy jó napotok volt. I think we had a good day, Azt gondolom, hogy jó volt. I was able to rest a little bit, Kicsit tudtam pihenni, so that was fine. We are actually continuing where we left off, ahol anybody remembers what we studied this morning? What went wrong? What went wrong? Mi ment tönkre? We're studying about the st story of shame. A szégyennek a történetéről tanulmányoztuk. So as you are able to see on the screen. Ahogy láthatjátok a képen jön. We're gonna study about escapism and addiction. A menekülésről és a függőségekről fogunk most beszélni. And I'm going to show you that that is actually a big part of the story of shame. És meg fogom mutatni, hogy ez igazából egy nagy része a szégyen történetének. Let's have a short word of prayer. When we come before your presence, recognizing that we come with a lot of baggage, you see who we are. We don't want to hide from you speak to us. So it was that in Jesus name. Jézus neve. So far we have learned Eddig astanultuk that our identity is to be found in the one whom we belong to. Hogy az identitásunk abban találtatik, akihez tartozunk. And the one whom we belong to is none other than God. És az nem más, mint Isten. And this God has actually given us an identity, és az Isten and that the identity is to be found by creation and redemption. És ez az a és a is and the ultimate needs of each human being, whether young or old. It's safety and security, a biztonság és a menedék, its pleasure, az és az meaning and purpose, cél és az all of these needs are met in the person of Jesus Christ. A szükségletek betelnek Jézus Krisztus and as I said, everything that the society, our society is longing for, mondtam, mindaz, a vágyik, whether that is freedom, joy, öröm, Pleasure, Élvezetek, satisfaction in life, az all these things are found when we come to Christ. Mind a dolog, mind ezt a and there is one word that encapsulates everything, és van egy szó, ami that's the word shalom, és the és ez a shalom. Gondolata. The reason why this is important, as we will soon see, <laughs> is because when it comes to things like addiction, addiction takes the place of the Creator. A függőség az elveszi a teremtő helyét. És bizonyos függőségekben a biztonságot próbáljuk megtalálni. Or pleasure vagy az örömöket. Or meaning and purpose. Vagy a célt és az értelmet. So that is going to be foundational for us. Tehát az alapvető lesz számunkra. To understand that addiction is more than a behavior. Hogy megérthessük, hogy a függőség több, mint egy viselkedés. I will show to you that addiction is taking place on the thought level. Meg fogom mutatni, hogy a függőség az a gondolatok szintjén történik. And unless we have our ultimate needs found in the one who has created us. És ha csak nem nem találjuk meg a végső szükségletünket abban, aki teremtett minket, we will for of these needs. Mindig keresni fogjuk ezeknek a szükségleteinknek a beteljesülését. This morning we were shame. Ma reggel a szégyenről tanulmányoztunk. And I that each one of us who was there, és azt gondolom, hogy mindannyian, akik ott voltunk, we probably felt that this is the story of humanity észrevettük és éreztük, hogy az az emberiség története. We about shame, amikor a szégyenről beszélünk, Egy bizonyos ciklusról beszélünk. Where the cycle with hiding. És ez a kör, ez a rejtőzködéssel kezdődik. We have uh, accepted the lie. Elfogadtuk a hazugságot. That vulnerability is weakness. Hogy a sebezhetőség az gyengeség. And because of that, because we still want to maintain the identity we have created for ourselves. És mivel még mindig megpróbáljuk megőrizni azt az identitást, amit mi saját magunknak teremtettünk. We hide. Ezért elrejtőzünk. But then we accuse. De aztán vádaskodunk. We accuse ourselves. Vádoljuk magunkat. How can you do that? Hogy tudod ezt csinálni? How can you do this?

Fogod they őket. will be your enemies, ők az diválnak, and you have to judge them. És and at the, as we will see tomorrow, és hogy holnap látni fogjuk, this is how we will view God as well. Végül így fogunk Istenre is so, how does this relate to. Um, addiction and escapism. Hogyan kapcsolódik mindez a függőséghez és a meneküléshez? Now let us define escapism. Először is határozzuk meg, hogy mi is a menekülés. Because that's the first part of the story of shame. Mert ez az első része a szégyen történetének. Now from psychologytoday.com it says. A pszichológia today.com azt mondja. It's the tendency to seek distraction and relief from unpleasant realities, especially by seeking entertainment or engaging in fantasy. A menekülés az a tendencia, amikor a figyelmünket akarjuk elterelni, és keressük a felszabadulást a kellemetlen valóságtól, különösen szórakoztatás vagy a fantáziába való merülés által. I'm going to show to you that actually the, within the 21st century mutatni, a we are very good escapists. Jó now here's the thing. The Bible actually says that we are to escape. A mondja, hogy, hát, azt, hogy Several times the Psalms is saying escape to God. A azt mondják, hogy Flee to God in your problems. A Istenhez. And find safety and security in God. So there is this desire within our human nature hát itt van bennünk ez a vágy, emberi természetünkben. to go to somewhere in order to find relief. hogy valahova menjünk azért, hogy felszabadulást és megkönnyebbülést találjunk. But within the story of shame, de a szégyen történetében we do not go to God, nem Istenhez megyünk, we go to any, else, hanem bárki máshoz, or anything else. vagy bármi máshoz. And that's Adam and Eve story, remember when we read it? They were hiding from God and then they were accusing one another. There is this escapist behavior and the question is, is this the disease of the 21st century? Because the 21st century culture provides myriad opportunities to escape the sometimes difficult realities of our lives. And so the question then is, how can I stop this cycle? Tudom ezt a ciklus, ezt a kört? But in order to understand this cycle, azért, ezt a ciklust, we first need to understand the very thing of this behavior. Meg kell értenünk ennek a viselkedésnek a lényegét. Because whether we are talking about escapist behavior that is shallow or deep, mert az vagy mély, it doesn't come into our lives in a vacuum. Az életünkben nem egy vákumba érkezik. There is always something which triggers it. Mindig van valami, ami kiváltja. Which makes us want to escape. Ami arra vezet bennünket, hogy menekülni akarunk. So how can I stop the cycle? Hogyan tudom megállítani ezt a ciklust? Well, let us first understand how deeply rooted this behavior is in our lives. Először értsük meg, hogy ez a viselkedés mennyire mélyen gyökerezik az életünkben. And let us find divine Uh, solutions to this human problem. I am going to argue. I am going to argue that there are at least two psychological factors érvelni, hogy két van behind this escapist mentality. A the first is az suppression. Első, azaz we have seen so far that we human beings are born with an innate desire for God. Hogy mi emberek egy belső születtünk meg Isten felé. We have seen scientific evidence láttunk, that we are created for love. Hogy to love. Azért, hogy szeressünk. And to be loved. És hogy szeretve legyünk. The Bible even says. A Biblia még azt is mondja. That God has put eternity into our hearts. Hogy Isten az örökkévalóságot helyezte a szívünkbe. Which is an amazing verse if we think about ami it. Ami egy fantasztikus verse ha csak elgondoljuk. Because that means that there is always this desire for the transcendent. Mert ez azt jelenti, hogy mindig ott van egy vágy a, a felé. But the problem of humanity De az emberiség problémája is that we do not accept this innate desire, az hogy nem fogadjuk el ezt a belső vágyat. But instead we are trying to suppress this Hanem desire Hanem megpróbáljuk lenyomni ezt a vágyat annyira, amennyire csak tudjuk. And, but this looks differently for different people. És ez különféleképpen néz ki különféle emberek számára. Some are Openly rejecting God just as it is. No, I don't want anything to do with you anymore. Nem, semmi nincs hozzá többé. So you have that category of people. Van egy ilyen but for most people, De ember számára, rejecting God is not a hostile reaction, Isten az nem egy reakció, but it is a constant. Choose or egy, choice egy állandó választás, to suppress this internal desire amikor azt választjuk, hogy elnyomjuk ezt a belső vágyat by replacing it with something else. Azáltal, hogy valami once again, once, if you suppress the desire, the desire will always be there. Hogyha elnyomod a vágyat, az a vágyattól még mindig ott lesz. Because we are born with this desire whether we like it or not. Mert ezzel a vágyal születünk, akár tetszik, akár nem. But you are going to replace it with something else. De lehet, hogy valami mással fogod helyettesíteni. But here comes the thing. És itt jön a lényeg. And this is going to be crucial for our rest of our study. És ez nagyon fontos ez a, a, az előadás hátralevő részére. There is something even more cruel Than suppression. Valami, ami mint az there is actually something that takes this innate desire for God ami ezt a belső Isten iránt, but turns it upside down. It is not a force for good anymore, Ez nem az erő a jóra, többé. but it becomes a force for enslavement. hanem a rabszolgaság számára várik egy erővé. That eventually leads to destruction. Ami végül a romboláshoz vezet. It is choices. Ezek olyan döntések, that become habits, amik szokásokká válnak, that become so destructive, amelyek annyira rombolóak, that they are actually an attack on the will itself hogy magát az akarat erőt fogják megtámadni. What am I talking about? Miről beszélek? Addictions. Függőségről. You see, addiction and escapism are deeply rooted in each other. A függőség és a menekülés mélyen egymásba gyökerezik. We have probably all experienced how we sometimes have escaped from God. Talán um, We have probably all experienced. Talán mindannyian már megtapasztaltuk, hogy hogyan menekülünk Istentől. To the created. A dolgok felé. But here's the thing De itt van a whenever addiction comes into place, amikor a függőség előjön, you, you first think that you have been freed. Erőször gondolod, hogy Nevertheless, no within that liberating behavior, ebben a szabados és viselkedésben, you are actually being enslaved step by step. Igazából rabszolgává válsz lépésről lépésre. Choice, choice Döntés után döntésre. Day for day. Napról napra. I read about an interesting illustration. Olvastam egy érdekes illusztrációról. Imagine all the obstacle a person needs to overcome. Képzeld el az összes akadályt, amin egy embernek túl kell jutnia. If he would go from New York City to San Francisco. Hogyha New Yorkból San Franciscoba akarna menni. The journey. is 4,763 kilometers. Az út 4 km. Is it a long journey? Ez egy hosszú utazás? It's a very long journey. Hosszú. The journey goes from one coast to the other. And there was actually a man És volt egy férfi. who did this rare achievement by foot. Aki ezt a ritka, uh, teljesítményt mezítlá, vagy hát gyalogosan megtette. He mentioned a rather surprising difficulty when he talked about the biggest obstacle. És egy nagyon érdekes nehézséget mondott, amikor megkérdezték, hogy mi volt a legnagyobb akadály. Can I ask you what do you think was the biggest obstacle? Mit gondoltok? Mi volt a legnagyobb akadálya? Do we have any thoughts, examples? Van valakinek ötlete, gondolata? Fear, Fear. very good. Félelem. Tiredness. Fáradtság. Nem tudott a megszokásának élni. Thank you. Igen, egyedül volt. That he won't be able to do it. Yeah, he will not be able to finish. Talán good. arra gondolt, hogy nem tudja befejezni. Yeah, these are very, very good examples Nagyon of jó példák. things and obstacles that one may uh, experience during this journey. Olyan akadályok, amiket valaki bizonyára, hogy megtapasztal egy ilyen utazáskor. You know, we may think about the rocks, the big rocks talán még nagy maybe we think about the dry desert with 40 to 50 degrees maybe we think about the 40 degrees but he said it wasn't the fear mondta, ez nem a volt. it wasn't the aloneness nem az volt a it wasn't the mountains még csak nem is a a the desert wasn't even tough a csak nem is volt nehéz. He said the thing that was the worst. Mondja, a dolog, a volt, and that made me almost give up ami arra, hogy feladjam, was the sand in my shoes. Azok a homok volt a it was the sand in my shoes. A Do you know the reason why I say this? Az ezt mondom, when we speak about escapism and addiction, a és a it's not just limited to substance abuse. Nem csak való utal. You know, we, when we think about addiction, we think about the big mountains and the dry deserts. Amikor függőségre gondolunk, lehet, hogy gondolunk nagy helyekre vagy száraz sivatagra. But is not only alcohol, De a függőség az nem csak az alkohol. Nicotine, vagy a nikotin. Caffeine. Kafein, drugs, drogok, pornography, and other things you can actually become addicted to. És más dolgok, amelyek számára függővé tudsz válni. You can become a workaholic. Még munkamániásája is tudsz válni. One can have the feeling of constantly performing and gaining success. Valakinek ott van egy érzése, hogy neki muszáj teljesítenie és versenyeznie. You have the addiction to always be liked by everyone. Vagy lehet függőséged a felé, hogy mindenki mindig szeressen. Or the addiction to always have money. Vagy pedig az a függőség, hogy mindig legyen pénzem. And spend money. És pénzt költszek. And an endless long list of behaviors a that just scream addiction. Amik hogy ez and I believe, isn't it, is it not interesting that society has classified certain behaviors as taboo? <laughs> but then there are other things which are as addictive and it's normal. De vannak más dolgok, amik ugyanúgy függőséget okoznak, mégis normálisnak tekintjük. And I believe, could it be that we are trying to self-justify our habits in our society? És lehet, hogy a társadalomban próbáljuk önigazolnia szokásainkat. There are some people that are just addictive, you know, you have them there, but... Vannak emberek, akik függők, tudod, ők ott, ott, vannak. But we have the sophisticated addicts. De hát, nekünk azért vannak ezek a kifinomult függős and we cannot trust, we cannot touch them. És nem could it be that there is something really, really wrong with this? Hogy nagyon, nagyon rossz ezzel. i have bad news and good news for you. Vannak jó és rossz i am going to show you that we are actually all addicts in the right sense of the word. Meg fogom mutatni, hogy a szó jó and so therefore we are Vag all sitting in the same boat. És a szó igaz értelmében is, hát így mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk. We don't need to point any fingers. Nem kell újjal mutogatnunk. We have all different problems. Különböző problémáink vannak. Some of us have milder problems. Néhányunknak enyhé problémáik. Others have deeper addictions. Másoknak mélyebb függőségeik. So we are not our enemies. Szóval nem vagyunk ellenségek. The addictive behaviors are our enemies. A függő viselkedés az ami az ellenség. Because they are designed to destroy our lives from the inside out. Mert arra lett kitalálva, hogy tönkre tegye az elménket. So that we should not experience a life of abundance, which this series is all about. És az életünket, hogy az ne legyen egy bővölködő életünk, amiről ez a sorozat szólna. If you think about it. Hogyha erre gondolsz. Addiction is cruel, uncaring and cold a függőség az kegyetlen, nem törődöm és hideg. We choose to be addicted, Önkéntesen választjuk azt, hogy függők legyünk. But after a while the addictive behavior gets control over us. De egy idő után a függő viselkedés bennünket irányít és átveszi az uralmat fölöttünk. We may have voluntarily chosen our own dependencies, Lehet, hogy önkéntesen választottuk a saját függőségeinket. But a of many choices, de a sok választásnak a folyamata révén. During a longer period. Egy hosszabb idő után. Our free will is destroyed. A szabad akaratunk Rombolódik. So that we cannot actually choose for ourselves. <missile> this is so devilish, and as a result, the abuse of our free will. szabad akaratunknak a megsértése Lead to destruction of ourselves. Saját magunknak a lerombolásához vezet. Addictive behavior eats us up from the inside out. A függő viselkedés belülről esz ki bennünket. Because the thing with addiction, mert a dolog a függőséggel, it's never enough. Az az, hogy sosem elég. It's never enough. Sosem elég. That which was probably enough Last year, we have become so tolerant towards whatever that is, we, have must, we must have more and more. But this, this is the thing, my friends. Deep inside, we, should, we know we should not be doing it. And it destroys our physical health. A our mental health, a our social health, and our spiritual health. És a lelki and after a while, és egy idő után, especially when someone has wanted to quit but has failed, valaki, aki megpróbált, megpróbált de nem sikerült, one begins to live in an inner contradiction. Egy ilyen belső ellentétbe kezd el élni. What do I want? Mit is akarok? I know I want to quit. Tudom, hogy abba akarom hagyni. I don't like what I'm doing. Nem szeretem azt, amit csinálok. But strangely, at the same time, I feel I cannot live without my addictive behavior. Élni. So, what happens? Hát, mi After repeated failed attempts to break this, this uh, cycle of addiction, Ismételt bukások után, it damages our self worth and self esteem. Ez lerombolja az önértékelésünket. And what happens then? És aztán mi történik? The story of shame a szégyen története elkezdődik. Hide, rejtőzködés, accuse, vádaskodás, self contempt, önmegvetés, judgment, elítélés. What drives the cycle of shame? Ami a szégyen ciklusát táplálja és vezeti. At least one important part of it. Legalább egy fontos részét. Is actually addictive behavior az valójában a függő viselkedés. Our addictions drive the vicious cycle of shame. A függőségeink vezetik a szégyen ördögi körét. I'm going to argue as I did in the beginning of this presentation. Amellett fogok érvelni, hogy az előadás elején is tettem. If we want to overcome our addictions. Hogyha szeretnénk legyőzni a függőségeinket. Just as coming out, out of the cycle of shame. Pontosan úgy, ahogy a szégyen ciklusából kijöhetünk. It does not begin on the level of

egy áttekintést adunk. And then we're gonna see the solution. És aztán a megoldást megnézzük. You see, if you treat addictions on the behavioral level, hogyha a függőségeket a viselkedés szintjén kezeled, it becomes very easy nagyon könnyen to replace one type of addictive behavior, azzá válik, hogy az egyik típusú függő viselkedést you replace it with another type Of addictive behavior. so after a while that behavior becomes addictive and harmful for our overall health so probably Someone quits alcohol or smoking cigarettes, valaki abba hagyja az alkoholt vagy a dohányzást, but then they start to watch TV endlessly, de aztán vég or they are part of social media, vagy a szociális ott van, and they are not able to put down the smartphone on their table, és nem tudják az az asztalra, because, in one sense or the other, mert módon, addiction is about

these are the five characteristics of any uh, person who feels addicted. Ez az öt jellemzője bárkinek, aki függő. So you have the first one, this is about tolerance. Az első, a tolerancia, a hozzászokás. So, so you know you want to have more and more of that több habit. Több or that. Kell abból a szokásból. But this is also true with non-substance abuse. For instance, money. Money can also be a thing which you want to have more and more and more. A The több 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 second characteristic is withdrawal. A második tulajdonság, az az elvonási tünetek. You know, this is a stress reaction in the body. Ez egy stress reakció a testünkben. Because you have now been deprived of that which you have been accustomed to for so many years. mert megfosztanak valamitől, amihez olyan annyira hozzászoktál olyan sok éven át. Someone wants to quit alcohol, what happens? Tehát valaki ott akarja hagyni az alkoholt, mi történik? Or Vagy a cigarettát. Or whatever else. Vagy bármi mást. They start to shake. After a of days. Nap után. because they have been so accustomed to that thing ehhez a dologhoz, that they seem to not survive without it hogy úgy tűnik, hogy nem but the same thing is with non-substance abuse a a nem dolog alapú, nem alapú if you want to get other people's approval and appreciation to feel as good

friends. Hogyha a barátaid, az úgy nevezett barátaid elutasítanak. Likewise, if you have used social media and these, I don't have it now, but you know these electronic things we cannot survive without. <laughs> Tudjátok, ugyanez a helyzet, hogyha a szociális médiát használjuk, vagy ezeket az elektromos kutyukat, amik nélkül már nem is tudunk élni. When you decide to put it down, amikor úgy döntesz, hogy lerakod. I know it by personal experience. Én tudom ezt személyes tapasztalatból. I, 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 I I made a self-reflection. Önmagamon gondolkodtam. And I came to realization that I was spending too much time on Facebook. És észrevettem, hogy túl sok időt töltök a Facebookon. How I many of you know what I talk about, right? Én tudom, valaki tudja, hogy miről beszélek. You know, you sit down and you tudom, do. Tudod, ülsz, és aztán. This is the technique. Ez a technika. If you want to be a good scroller, this is the technique. Hogyha egy jó pörgető akarsz lenni, akkor az a technikája. And then you do this endlessly. És hours aztán ezt csinálod and órákon hours and át. And you watch what someone ate two weeks ago. És azt nézed, hogy mit evett valaki két hete. And what someone did yesterday. És mit csinált valaki tegnap? And I thought to myself, I have a more important life than to see where someone traveled, or what someone just is. És azt gondoltam magam, hogy azért ettől fontosabb életem van, mint hogy azt nézgessem, hogy valaki hova utazott, vagy mit evett. Isn't it interesting, by the way? Nem érdekes? That in that culture hogy egy where our social connectedness is getting less and less and less, a szoci kapcsolódásaink egyre jobban there is still a desire to feel connected, and so you create a platform. És így egy, Neki, we call it social media. Amit nevezünk. But here comes the thing de itt van a lényeg, you can choose to be whoever you want to be. Hogy ki is akarsz lenni. You want to be the romantic person? You, Szeretnél can, egy romantikus ember lenni. you can write about romance on your page. Akkor az romantikus dolgokat fogsz if you want to write about philosophy, you will write about but philosophy. Akarsz, na, ünni, I personally write about theology and religion on my Facebook page. Az én Facebook oldalmon, vallásról és hitről írok but you can choose whoever you want to be. De, and feel connected, but at the same time disconnected. Isn't that interesting? don't El döntheted, hogy ki is akarsz lenni, kinek akarsz tűnni, és így kapcsolódsz, de ugyanakkor nincs meg a kapcsolódás. So I tried to quit Facebook. De meg próbáltam otthagni a Facebookot. And I said, I'm not going to go there for several weeks. I just told him that I will at it for a few weeks. And after a couple of days, a few I literally fell. Szó szerint azt éreztem. A headache I have never felt in my life. Hogy fejfájásom van, amit sose éreztem azelőtt. And thought, what is this? És azt gondoltam, hogy ez meg micsoda. I've been drinking water. Iszom a vizet. I've been trying to sleep. Próbálok aludni. I tried to reduce my stress levels. Próbálom a stressz szintemet csökkenteni. And I was doing self reflection. És aztán ahogy így önmagamon elmékettem. And then suddenly, tada! Hirtelen, tada! You have quit Facebook. Hát a Facebooktól megsabadultál. These are addictive symptoms. Ez egy függő tünet. And I understood I was a Facebook addict. És felismertem, hogy Facebook függő voltam. So withdrawal symptoms can be anywhere where you want. Tehát hát a vissza az elvonási tünetek bárhol megjelenhetnek, akárhol is akarod. The third thing is self-deception. A harmadik az az önbecsapás. Anyone who's tried to quit with something addictive. Bárki, aki szeretné otthagyni a függő viselkedését. The mind has Tudja azt, hogy az elmének milyen hatalmas becsapó ereje van. In the context of Facebook. facebook you are just going to check who wrote to you Csak megnézem, hogy ki írt nekem. i'm just going to check who shared my post Csak megnézem, hogy ki meg a and then suddenly you are there ott vagy, and you are there for several hours the mind has a very deceptive power my friends Barát, haim, because it comes with every kind of argument to Mert trick you érvel Becsapjon. So that you can continue the destructive habit. Hogy a és the addictive behavior leads to the loss of willpower. A függő az vezet. Because you are living in this inner contradiction. Belső élsz. I know I don't want to do it. Tudom, hogy nem akarom ezt tenni. But I still doing it. De még mindig ezt teszem. And so you are getting strengthened in the wrong thing. És így a rosszban elkezdesz megerősödni. And this leads to the distortion of reality. És ez pedig a valóság kicsavarásához vezet. And if you think about it, és hogyha erre gondolsz, addiction in these five basic characteristics, a függőség ebben az öt alapvető tulajdonságával, in a thing has to do with the mind. Igazából ennek az elméhez van köze. And that is why we studied about the mind yesterday. És ezért tanulmányoztunk tegnap az elméről. Realizing how important it is to have our thoughts clean and pure. Amikor felismertük, hogy mennyire fontos, hogy a gondolataink tiszták legyenek. And to use our will as it was designed to be used. És hogy az akarat úgy használjuk, ahogy meg lett alkotva. Similarly with our feelings. Hasonlóan az érzéseinket. Now here's the thing. És a lényeg. When we suppress the innate desire for God, amikor lenyomjuk a belső vágyunkat Isten iránt, something by definition is going to fill that void. szerűleg ezt az űrt valami be fogja tölteni. If we are created for love with the Creator, hogyha szeretetre lettünk teremtve a teremtővel, but that is suppressed, de ezt lenyomjuk, anything will Fill that void Bármi, ami betölti ezt az űrt, where we feel connected. Azt érezzük, hogy but this is actually deceptive. De ez because only God is the one Mert csak Isten az, who is able to fill that void aki ezt az űrt, and bring about inner peace. És el tudja hozni a, belső békét. a long lasting peace. Is, yes, if it is true az, that we have a, an inborn desire for God, hogy van egy vágy Isten után, our universal needs, such as safety and security, ami úgy, mint a menedék, pleasure and meaning and purpose, az és a cél, az értelem, will be rooted in Him who has created us. abban fognak gyökerezni, aki teremtett minket. For instance, we read in the Gospel of Matthew, Például Máté evangéliumában azt olvashatjuk. We read first in Acts, előtte apostolok cselekedeténél. You can read the verses and I'm going to catch up. Acts chapter 17. Apostolok 17. fejezet 27 és 28-as versek. Hogy keressék az urat, hatalán kitopogodhatnák őt, és megtalálhatnák, Jól lehet bizony, nincs messze egyik könktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. So that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us, for in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for ye are also his offspring. In the book of Job chapter 12 we find Job könyvében, a azt találjuk. <coughs> Tizedik vers. God in whose hand is the life of every living thing and the breath of all Mankind. A our existence is literally, friends, our existence is literally depending on God. Barátaim, ami létezésünk a szó szerint függ. Yeah, I find it fascinating that the Hebrew word for safety találtam, hogy a héber szó a biztonságra literally means trust. Szó szerint azt jelenti, hogy bizalom. That means, my friends, jelenti, that if we want to be on the path to healing, lépni, it must tr come and begin with trust. A kell the question then is az, who do I trust to bring about safety and security in my life? Hogy az életemben eljöjjön a biztonság. And I want to ask you the question. És szeretnél neked feltenni a kérdést. What or who do you trust? Miben vagy kiben bízol te meg? To bring about the ultimate needs which each one of us have, ami betel, betölti ezt a végső szükségletet, ami mindannyiunkban ott van. Is it the Creator? Ez a teremtő? Or is it the Created? Thing. That's why, my friends, the great controversy in the Bible, it's about whether God can be trusted or not. Arról szó, hogy vajon Istenben meg lehet -e bízni vagy sem. The devil knew in the garden of Eden, even in heaven for that matter. Az ördög tudta az Éden kertjében, sőt még a mennyben is. That if he can get the created beings to question the character of God. Hogyha rá tudja venni a teremtett lényeket arra, hogy Isten jellemét megkérdőjelezik. Then their trust in him will be broken. Akkor az ő bizalmuk benne meg fog törni. And they will leave God and live a disobedient, rebellious life, So, that, so the question is can God be trusted? Meg lehet bízni? Can God's word be trusted? Isten word, uh, because if God's word can be trusted Mert hogyha Isten szava megbízható, the Akkor az igének a szerzőjében is megbízhatunk. And he wants to bring about an inner peace, és ő szeretne elhozni egy belső tartós békét. Which in this world can amit ebben a világban semmi sem tud megelégíteni. Let us go to the Gospel of Matthew chapter 6. Menjünk Máté evangélium a hatodik fejezetéhez. It's on the screen. Matthew chapter 6. And we Máté are going hat. to We are going to read familiar Bible verses. But we are reading it in the context of safety and security. De a and addictive behavior. És a függő Matthew 6, 25 to 27. Máté, 25. Verstől, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 25. vers, azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mint egyet, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Tekintsétek az égi, égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Do you see the self-worth and self-esteem Jesus puts on humans? Látjátok azt az önértéket, amit Jézus az emberekre helyez? Re listen to these words as if Jesus is talking to you. Úgy figyelj ezekre a szavakra, mintha Jézus hozzád szólna. Which of you by worrying can add one cubit to his stature? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Is it easy to worry? Könnyű aggodalmaskodni? Can worry even become addictive? Az aggodalmaskodás az tud függővé tenni? After a while it can. Egy idő után igen. Verse 28. 28 so, verse. so why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. Yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit higgyünk, vagy mivel ruházkodjunk. For after, how many of these things do the Gentiles seek? Mert mennyi dolgot kérdeznek ezekből a pogányok? For after all Mert these things the Gentiles seek. Mind ezeket a pogányok kérdezik. Listen closely. S most figyeljetek. For your heavenly Father knows that you need

Mondták, that our ultimate need is going to be found in the created, <coughs> and not from the Creator. Jesus says, Your Father knows all these things. And what is Jesus saying? Listen to this. Verse 33 But seek first the kingdom of God and his righteousness. hanem keresétek először az Isten igaz, országát és az ő igazságát. And how many of these things will be added És ezekből mennyit fogtok megkapni? All these things will be És ezek mind megadatnak néktek. Jesus shows us the right paradigm. Jézus megmutatja a helyes paradigmát. First comes the creator. Először jön a teremtő. Then comes the fulfillment and satisfaction of the needs which we all have. Utána jön a beteljesülés és a kielégítése annak, amire mindannyian vágyunk. The Gentiles have, have mixed it. A pogányok ezt összezavarták. They find it in the created. And a that's teremtett what, dolgokban keresték And that's aláltan. what culture is saying to us. És ezt mondja a kultúránk is nekünk. That a ultimate needs fulfillment is not in the Creator. Hogy végső szükségleteink beteljesülését nem a teremtőben. Because he does not even exist, they say. Találjuk, mert ők azt mondják, hogy a teremtő még csak nem is létezik. But in the created. Hanem a teremtett dolgokban. I'm going to show you as we are landing our plane. Ahogy a repülőnket most hamarosan letesszük, megmutatom nektek. I am going to show you a False modern uh, Trinity. Megmond megmutatok egy modern hamis which is uh, promising safety and security for the people. Ami biztonságot és menedéket kínál az embereknek. These are the false gods of Hungary. Hamis these are the false gods of Germany. Hamis these are the false gods of Sweden. Hamis these are the false gods of Finland. Where many people are bowing down to these gods just as the Gentiles we read about. And I believe that idolatry is still present even in our sophisticated European. És Culture. azt gondolom, hogy a bálványimádás még mindig jelen van ami kifinomult európai kultúránkban. We do not the balls of the days. Most már nem bálokat imádunk. Nem más pogány isteneket imádunk. We are sophisticated idolaters. Nagyon kifinomult bálványimádók vagyunk. We know who to pick and who do not. To Tudjuk, hogy kit kell választani és kit nem. But you know, in a sense, idolatry is to put your trust in anything else but God. De tudjátok, a bálványimádásnak az a lényege, hogy bármi vagy bárki másba tesszük a mi bizalmunkat, mint Istenbe. God number one. Első számú Isten. Possessions. A vagyon és a birtoklás. Now, I want to say from the very beginning. Szeretném az elejétől mondani, that the Bible is not against money hogy a Biblia nem pénz ellenes. Can you say amen? Tudsz erre egy ámment mondani? <laughs> the problem comes. A probléma akkor jön. When Paul said that the love of money comes into place. Ahogy a Pál mondja, hogy amikor a pénz szeretete jön elő. The problem comes. A probléma úgy jön. When we put our trust In money, amikor a bizalmunkat a pénzbe helyezzük, instead of the one who has given us, The money. Ahelyett, aki a adta so we're going to take a look at a couple of Bible verses. Megnézzünk néhány ige verset. It says, for instance, in Psalms chapter 49. Könyve 49. 7. Verse and by the way, if you have time, read through the Psalms because they are speaking to human nature. Van időtök, át a ezek az Psalms chapter 49, and I'm reading verse 7. Uh, it's going to be verse 8 in the Hungarian Bible. For the redemption of their souls is costly. Let's see. No, verse 6 in, in, the, in, in the English. Those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches. Akik gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekszenek. Verse 16 és 17. vers. Do not be afraid when one becomes rich, when the glory of his house is increased, for when he dies, he shall carry nothing away, his glory shall not descend after him. 17-18. vers. Ne fél, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége, mert semmit sem vihet el magával, ha meghal. Dicsősége nem száll le utána. Scripture says that what we are actually to invest in is good works, but that's another sermon. A Biblia azt mondja, hogy amibe inkább befektetéseket kell tennünk, azok a jó cselekedetek. That's what Paul says we are to be rich in good works. Pál azt mondja, hogy jó cselekedetekben legyünk gazdagok. In Psalms chapter 52 verse 9. Zsoltárok 52, 9. It's going to be verse 7 in the in the English one. Here is the man who did not make God his strength, but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. Zsoltárok 52.9 Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem ez ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonosságában volt. Strengthened in himself in wickedness. Az ő gonosságában megerősödött. Where? Hol? In the mind. Az ő because by beholding we become what? Által, mi történik velünk? We become changed. Változunk. If we trust in the created we be, will become like that. And i It says in Psalms chapter 135 verse 15 verse 15 and 18 az the idols of the nations are silver and gold. 135 verse 15. A ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Do you think that the idols of the nations are also today silver and gold? Of course, not ball anymore. But we're talking about Benjamin. Itt you don't want to talk about the dollar and the euro. And the Bitcoin and the and foreign and, the all and all the, the other, other forint, things and, and verse 18. eighteen. Those who make them are like them. hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is. So is everyone who trusts in them. És mind azok, akik bíznak bennük. So if we start to trust in these false gods, szóval, hogyha elkezdünk megbízni ezekben a hamis istenekben, our character will be shaped according to that, Ami says. jellemünk e says. fog változni. So scripture is clear. Szentírás világos. False god number one. Az első számú hamis isten. Is possession. A vagyon és a birtoklás. Now there are many people on this planet. Sok ember van ezen a földön. Whom God has blessed with possessions. Akiket Isten megáldott vagyonnal. So God is not against possessions. Isten nem a vagyonnak az ellenzője. God himself has possessions, the Bible says. The Biblia azt God. mondja, hogy Isten a leggazdagabb, Isten neki is van vagyona. Abraham was rich. Abraham gazdag volt. Job was rich. Job is gazdag volt. And there are many Christians today whom God has blessed with financial és sok possession. keresztény van, akiket Isten megáldott pénzügyi vagyon, gazdagsággal. But they are to use that for the glory of God. De ezt azért adta, hogy Isten dicsőségére használják. And to bring the gospel mission forward. És hogy az evangélium üzenetét előre vigyék. God number two. Második számú Isten. Power. Hatalom. Here we are talking about status. Itt a státuszról beszélünk. Influence. Befolyás. Control. Control. And once again, és még egyszer. Power and authority in and of themselves are not bad. A hatalom önmagában nem rossz. God's kingdom of government. Isten királysága. Has authority and power. Anban is van hatalom. But if you want to find yourself worth

Több mint 50 millió példányban adták el. His 83 novels in the total have sold over 150 million copies. Az összes 83 regényét több mint 150 millió példányban adták. And they have been translated into 55 languages. És 55 nyelvre fordították le. He said. Azt mondta, when an interviewer had asked him about if there was anything he wished he knew when he was a child, hogy volt -e bármi, volna tudni, volt. he says, I wish I had known then what I know now. That when you get to the top, hogy a csúcsra, there is nothing there. Semmi. And isn't that interesting? Nem that the young people of our culture, in our society, hogy a a kultúránkban, a fiatalok, we believe that when we attain to that certain power, whatever that may be, gondoljuk, hogy amikor elérünk arra helyzetre, we become stars or whatever, válunk, vagy akármi, and then life must be very fulfilling at that élet right. nagyon beteljesítő lesz. But when you come to the top, csúcsra, there is nothing there. Nincs ott semmi. Boris Becker, the professional tennis player. Boris Becker, a profi he rose to number one in the world a few years ago. Um, évvel azt írta, but he admitted that he had suicidal. He was suicidal when he won. De később bevitt, hogy majdnem öngyilkos lett. He said, I had won Wimbledon twice before. Azt mondta, hogy már kétszer megnyertem a Wimbledon-t. Once as the youngest player. Egyszer úgy, mint a legfiatalabb játékos. I was rich. Gazdag voltam. I had all the material possessions I needed. Anyagilag birtokoltam mindent, amire csak szükségem volt. You know, this is the song, old song of movie stars and pop stars who Tudod, commit suicide. Ez a filmstárok és a popstárok régi ének, akik öngyilkosok, akar, öngyilkosok lettek. They have everything. Mindenük megvan. And yet they are so unhappy. Mégis olyan boldogtalanok. I had no inner peace. Nem volt belső békém. I was a puppet on a string. Egy báb voltam a zsinór végén. Fascinating. Lenyűgöző. And the last example. És utolsó példa. Lee Iacocca. Lee he is the founder of the car Mustang. A Mustang az alapítója. He gave an interview and he said this. Egy interjúban a következőt mondta. Uh, here I am in the twilight years of my life, Itt vagyok életem legszebb éveiben. still wondering what it's all about. És meg mindig arról hogy miről is szól. Fame and fortune is for the birds.

is about. És még sem tudja, hogy miről szól az élet. My friend, I have come to the conclusion. Barátaim, arra a következtetésre jutottam. the loneliest people on this planet. Hogy ezen a világon a legmagányosabb emberek. Are those who have all the world pursues. Azok, akiknek megvan minden, amit csak a világ kínál. And yet they come away empty and uh, empty de mégis üresen távoznak. You know, this thing with seeking fulfillment and satisfaction in fame. Ez a dolog, hogy beteljesülést keresnek a hírnévben. And position of power. És a hatalom birtoklásában. It's not a new 21st century problem. Ez nem egy új 21. századi probléma. I believe King Solomon exceeds all of them. Azt hiszem, azt gondolom, hogy Salamon király túl mutat mindezen. He wrote the book of Ecclesiastes. A prédikátor könyvét megírta. Which is part of the Old Testament. Ami az Ószövetség része. And I call it the addict's book in the Bible. És úgy nevezem ezt, mint a függők könyve a Bibliában. Let me show you why. Hagy mutassam meg miért. In Ecclesiastes. It's just after Proverbs, the Bible says. A után so you have Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. We can start with verse 3. A I searched in my heart how to gratify my flesh with wine while guiding my heart with wisdom. And how to lay hold on fully till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. Nagys predidiktor, köve második vezet dik. elvé azé az én íveben, hogy borítarra adonmagamat, pedig szívem a bölcességet követi. És előves a mez a bolonságot, míg nem meglátom, hogy az emberek fiainak mivol najó, amit cselekedjenek az igalat, az éretuk napjainakzáám a sezer. So what are those things? Hát, mik ezek a Listen carefully. Most figyeljetek. I made my works great. I built myself houses and planted myself vineyards. Nagy dolgokat cselekedtem. Házakat, I made myself gardens and orchards and I planted all kinds of fruit trees in them. Csinálék magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ülteték beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove. Csinálék magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdeit. I acquired male and female servants and had servants born in my house. Szerzék szolgákat és szolgáló lányokat, Is yes, nekem. I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. Öreg is is akik én I also gathered for myself silver and gold and the special treasures of kings and of the provinces. I acquired male and female singers, the delights of the sons of man, and the musical instruments. Of all kinds. Júiték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségeit, asszont és asszonyokat. So I became great and excelled more than all who were born before me in Jerusalem, also my wisdom remained with me. és nagyjá lettem, és megnevekedem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Az én bölcsességem is helyén volt. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. Valamit kívánnak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jogban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. And now, és most figyeljek! Oh, Hogyha nem lenne ez a következő ige akkor azt mondanak, hogy ha, elég jó élete volt. Then I looked on all the works that my hands had done és tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek az én kezeim. And on the labor in which I had toiled. És az én munkámra, amit fáradtsággal végeztem. And indeed, all was vanity and for the wind. És ímé az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. There was no under the sun. What did, a, what did King Solomon say? It's a grasping for the wind. That's fascinating. And what's the third false God? It's actually human relationships. Now, we were created for love, but it can be very easy that we become addicted to people. De nagyon könnyen meg tud történni, hogy emberekhez válunk függővé. We become either emberektől. to manipulate or be manipulated. Vagy megengedjük, hogy bennünket manipuláljanak, vagy pedig mi manipulálunk másokat. Our sense of self worth Az depends on other people's approval. Más emberek elismeréséntől függ. So in the light of this, ennek a fényében, we see that there is a false trust. In our, in our culture. Hogy van egy hamis a and we believe that it is within this false trust that we can actually have security. És azt hogy ebben a hamis I don't know whether these gods are a part of your life. Nem tudom, hogy vajon ezek az istenek részesei az életemben. I know that they have been in my life. Hát tudom, hogy ott voltak az én életemben. And it's a daily constant struggle to say Lord, you are the God of my life. És egy naponkénti állandó küzdelem, amikor azt mondjuk, hogy Uram, te vagy az én életem Istené. You have given me the blessings. Megadtad nekem az áldásokat. But I don't want the blessings to become a god in and of themselves. De nem akarom, hogy az áldások váljanak istenekké. So addiction the very mildest to the most critical form begins on the thought level a and the thought is by trusting in that that azáltal, will give me safety and, security. Megbízni, and the question I want to pose to you who do you want to choose? Kit akarsz választani? Like Mint Illés, amikor ott állt a hegyen. God ha serve Isten God. az Isten, akkor szolgáld az Isten. But if these gods are gods, let us serve them. De hogyha ezek az Istenek, akkor szolgáld őket. Let us completely follow the will of Jesus. Teljesen kövessük Jézus akaratát. And say, Lord, és mondjuk azt, Uram, I know I have fallen. Tudom, hogy elbuktam. But I know your grace is bigger. Tudom, and you are seeking me to come back to you. Váltsz, the words of Jesus to each one of us My grace is sufficient unto thee. Elég néked az én because my power Mert az én erőm is what is accomplishing in you. Erőtelenség által végeztetik el. My grace is sufficient unto you. Az én kegyelmem elég néked. That's why Jesus says. Ezért mondja Jézus. Whenever we put our trust in him, amikor ő belé helyezzük a bizalmunkat, we become a new creation. Új teremtésé válunk. All things have passed away. A régi dolgok elmúltak. New things are coming about. Új dolgok jöttek elő. Do you have that longing for God? Van egy ilyen vágyad Isten iránt? Do you have that void, that emptiness in your heart, which you say, Jesus, may you come into my life? Ott van ez az űr a te szívedben, amiben azt mondod, hogy Jézus, jöjj az én életembe. You see, addiction is a spiritual battle. A függőség az egy lelki harc. Because it's about trust. Mert a bizalomról szól. Who do I choose to trust? Kit választok, kiben fogok megbízni? I want to give you the opportunity to choose szeretném megadni neked a lehetőséget, hogy válasz. I'm going to ask you to where you sit. Arra kérlek, hogy maradj ott, ahol ülsz. Just as we did és úgy, ahogy tegnap is tettük. As you've been hearing these words and these thoughts, ahogyan ezeket a szavakat és a gondolatokat hallottad. You have been talán meggyőződtél. That there are false gods in my life hogy vannak hamis istenek az életemben. There are also perhaps other addictive behaviors in you. Talán vannak más függő viselkedések benned. But you say, Lord, I don't want them. De azt mondod, Uram, nem akarom őket. I know they are destroying me from the inside out. Tudom, hogy belülről lombolnak le engem. Lord, Uram, give me a new life. Adj nekem egy új életet. Make me a new creation. Tegyél engem egy új teremtésé. Help me to become connected to you. Segíts, hogy hozzá tudjak kötődni. Segíts ahhoz, hogy szeretetben lehessek veled. I Szeretnék neked adni egy pillanatot. Ahol te és is Isten. You yourself, te, te magad. May you reach down and say, Lord, És azt mondhatod. Start all over with me hogy Uram, kezd újra velem. Take my heart because I cannot give it to you. Vedd el a szívemet, mert nem tudom odaadni. Come into my life. Jöjj az életembe. May my trust be in you. Hadd legyen az én bizalmam te benned. And not in the false gods és nem a hamis istenekben. A mai napunk isteneiben.